Fogom másik is? Mehet. Mehet, az is? Mehet. Szimbolizálni a magyar szabadság iránti vágyat, mint a tárogató. Erdő Zoltán több mint 120 éves családi örökségén szólaltatta meg a Kurz Mikulás dalát. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Professzorok a hazáért a Globális Káoszerők és Kapuk fiúkái című előadássorozat második részében. Külön köszöntöm Rockenbauer professzor urat és kedves feleségét, a múltkori előadónkat, M. Kis Sándor történész professzorulat és kedves feleségét. Nem olyan régen láttam egy monodrámát, Zrínyi Ilonából szólt. Egy nagyon kedves barátom játsza Majzik Edith főszereplésével. És elgondolkoztam azon, hogy vajon most közöttünk, ahogy most élünk, vannak ez Zrínyi Ilonák? Hát nagyon szét kellett néznem, ugyanakkor örömömre szolgál, hogy közöttünk üdvözölhetünk egy saját generációnak egy igencsak példamutató alakját, dr. Borvendék Zsuzsannára gondolok, aki Zrínyi Ilonként igaz nem karddal, de tollal, alapos kutatásokkal végzi munkáját és tárja fel azokat az igazságokat, amelyek számunkra még egy kicsit leplezetlenek, vagy igazából nem is tudunk róluk. Úgyhogy engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam
hogy tartsa meg előadását, és külön köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, dr. Korvendi Zsuzsanna, a bolsevik típusú államkapitalizmus kezdetei Magyarországon című előadását. Köszönöm ezt a nagyon kedves felvezetést. Azt hiszem, hogy ott van a mikrofonom. Most hallanak, szuper. Szóval szeretettel köszöntöm Önöket. Mint Marian már mondta, az előadásom címe, de ez így meg rezonál. Az előadásom címe a bolsevik típusú államkapitalizmus kezdetei Magyarországon. Az az elképzelés a mai két előadással kapcsolatban, hogy én 45 és 56 közötti időszakra fogok fókuszálni, arról szeretnék Önöknek most beszélni, és 56-ról pedig majd egy kis tanár úrtól hallhatok egy előadást. Az én előadásom egy kicsikét specifikus oldalról fogja megközelíteni a 45 és elsősorban 50 közötti időszakot, de azért utalásszerűen 56-ig is ki fogok tekinteni, méghozzá a gazdaság oldaláról. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik itt már 44 őszétől a gazdaság területén Magyarországon, ahhoz meg kell néznünk, hogy mi történt 17 után a Szovjetunióban. Nem véletlenül az a címe az előadásnak, hogy bolsevik típusú államkapitalizmus, ugyanis a minta az már készen állt, és ezt a mintát kötelező jelleggel kellett egy, hát én csak egyszerűen elit alakulatnak fogom most nevezni ezt a brigádot, akik 44 őszén a Vörös Hadsereggel megérkeznek Magyarországra, és elsődleges feladatuk az lesz, hogy a kommunista párt gazdasági hatalmát kiépítsék és pénzügyi biztonságát megteremtsék. Ugye Lenin, amikor 17-ben hatalomra kerül, akkor a hatalom megszilárdításához elengedhetetlen szükségszerűség számára, hogy ennek az anyagi pénzügyi fedezetét is biztosítsa. Egészen konkrétan az amerikai nagy tőke az, amely elsődlegesen finanszírozza az új birodalom felépítését és létrejöttét. Több ilyen amerikai nagytőkésről tudunk, én Armand Hammer nevét szoktam rendszeresen kiemelni, azért, mert az ő édesapja, Julius Hammer volt az, aki egy szovjet, illetve hát inkább azt mondom, hogy egy bolsevik forradalmás segítségével kitalálta azt a koncepciót, amivel a nagy amerikai tőkét, tehát a nagy tőkéseket be lehetett hozni Szovjet-Oroszországba. És ez a koncepciót aztán az ő fia Armand Hammer az, aki konkrétan meg is valósítja 1921-től a Szovjetunióban, amikor is kiutazik, és Leninnel létrehozzák azt a koncessziós elképzelést, amelynek az a lényege, hogy az államosított iparvállalatokat, nagyvállalatokat bérleti szerződés formájában, tehát koncessziós szerződés formájában odaadják nyugati nagy tőkéseknek, akik beleinvestálják a tőkét, a pénzt, és ezzel tulajdonképpen modernizálják és beindítják az orosz gazdaságot. Ez a fajta elképzelés, ugye korszaknak szoktuk hívni ezt az időszakot Lenin alatt, még Sztálin is egy darabig megtűri ezeket a nagy tőkéseket, de a 30-as években, vagy a 30-as évek elejére kiebrudalja őket Szovjet-Oroszországból, és aztán nagyon érdekes, hogy az ő halál után 55-től újra megjelennek ugyanazok a nagy tőkések Armand Hammerrel az élen, és gyakorlatilag onnantól kezdve a teljes hidegháború időszakában közvetlenül üzletelnek, és mindenféle gazdasági kapcsolatrendszereket építenek ki Oroszországban, Szovjetunióval. A koncesziós szerződések mellett, ami nagyon fontos a 44 vagy 45-től kezdődő folyamatokban Magyarországon is, az az, hogy egyetlen egy terület van, ahol Lenin nem enged véletlenül sem semmiféle bérleti szerződést, semmiféle koncessziót, és ez a külkereskedelem.
És nem véletlen, hiszen a külkereskedelem nem más, mint egy élő gazdasági kapcsolatrendszer, amely behálózza az egész világot. Amiben folyamatos a tőkemozgás, tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy egyrészt fedésül szolgáljon különböző titkos szolgálati műveletekhez, és nagyon rendkívül alkalmas arra, hogy titkos pénzeket, illegális pénzeket fedésben tudjon mozgatni. Tehát a külkereskedelem az végig állami monopólium marad, egy pillanatra sem engednek közelébe másokat lennék, és ennek a fedésében ki is alakul egy olyan szisztéma, már a 20-as évek elején vegyes vállalatokat alapítanak Leninék nyugati nagyvárosokban, amely fele részben szovjet tulajdonban lesz, a másik fele pedig nyugati tőkések, illetve különböző nagybankok tulajdonában. Ez az egyik olyan típus, ami nagyon-nagyon fontos lesz Magyarország szempontjából. A másik pedig a kereskedelmi kirendeltségek alapítása. Ugye ez egyrészt nem csak gazdasági kapcsolatok létesítésére szolgál, hanem diplomáciai kapcsolatokat is ezen keresztül tart fent az első években Lenin, hiszen nagyon fokozatosan ismerik el csak a különböző országok, tehát a diplomáciai képviselet is eleinte itt történik. Igazán komoly nagy, már 1921-ben komoly nagy kereskedelmi kirendeltség Nyugat-Európában, Berlinben van és Bécsben, de nagyon komolyan fejlesztik Párizs és London. Van lévő szovjet kereskedelmi kirendeltséget is. Hogy igazán jelentős, ezt úgy kell elképzelni, hogy Berlinben 800 fő alkalmazott dolgozik a 20-as évek elején a szovjet kereskedelmi kirendeltségen, ami megdöbbentően magas szám. És hát nyilvánvaló, hogy ez egyfajta titkos szolgálati bázis is, ahol nem csak gazdasági manőverek történnek, hanem tulajdonképpen a propaganda és a baloldali ideológiáknak a terjesztése is innen valósul meg. Berlinben is és Bécsben is nagy számban vannak egykori kommunárok. Tehát a tanácsköztársaság bukása után innen elmenekülő bolsevikok egy része beintegrálódik abba a szovjet hálózatba, amely a két világháború között nagyon jelentős méreteket ölt. Ugye itt, és nem fogok kitérni a társadalmi értelmiségre, nem fogok kitérni a különböző állami adminisztrációba beépülő szovjet titkos ügynökökre, de egy nagyon kiterjedt hálózat van, amelynek a különböző vezető pozícióiban, nem egy helyen Magyarországról elszármazott egykori kommunárokat találunk, aminek azért van igazán nagy jelentősége, mert ezek az emberek, ezek ismerik azt a fajta hálózati illegális tevékenységet, amellyel ki lehet építeni majd 45 után, még az államosítások előtt az ő abszolút uralmukat a gazdaságban, de másrészt pedig ismerik a nyugati kapcsolatrendszereket, vagyis erre a tudásra alapítva válhat aztán később Magyarország a hidegháború idején a Pasfüggöny kiskapujává, és azt gondolom, hogy különösen a 60-as évektől kezdve ezek a nyugati hálózatoknak az irányítás és a fejlesztés és a velük való kapcsolattartás elsősorban Magyarországon keresztül történik. Szóval 1944-ben a Vörös Hadsereggel érkezik egy olyan társaság, akik részt vettek a két világháború között ezekben a kereskedelmi kapcsolatrendszereknek az irányításában. Részt vettek nagyon sokan és nagyon elmélyülten a Komintern munkájában. Például az egyik ilyen kulcsfigura, akit meg kell említeni, Háji László. Háji László Varga Jenőnek volt a tanítványa. Varga Jenő egyikeig a tanácsköztársaság alatt pénzügyi népbiztos volt, majd a tanácsköztársaság után Berlinbe került, és ő volt az, aki az ottani szovjet kereskedelmi kirendeltséggel, majd a szovjet nagykövetségen keresztül létrehozta a Komintern pénzügyi központját. Aztán a 20-as évek második felében, végén a Moszkvába ment, és ott a
Hát a Szovjet Tudományos Akadémia égisze alatt létrehozta a Világgazdasági és Világpolitikai Intézetet, amely részben továbbra is a Komintern pénzügyi irányítását látta el. És Hály László, akinek eredetileg orvos diplomája volt, a Komintern szintén Berlinbe került, és Varga Jenő mellett dolgozott, majd ugyan kicsit késve, de követte őt Moszkvába, és ott is együtt működtek ebben a gazdasági intézetben. A másik ilyen kulcs szereplő Hály László mellett pedig Göbar Zoltán. Az ő neve nyilván mindenki számára ismertebb, és a saját visszaemlékezéseikben úgy fogalmaznak, hogy azzal a feladattal érkeztek ők 44 őszén Magyarországra, hogy még az államosítások előtt biztosítsák a kommunista párt felügyeletét a külkereskedelmi forgalom felett. Hogy ezt hogy csinálták? Ugyanazokkal a technikákkal, amivel 17 után Lenin dolgozott, elkezdtek cégeket alapítani. Egyrészt megjelennek a vegyes vállalatok is, egyébként azonnal, ugye ez a szovjetek az elhagyott javakra, meg a német javakra, meg különböző általuk azonnal kisajátítandónak ítélt iparvállalatokra, cégekre ráteszi a kezét. Különböző formában azért vegyes vállalatok jönnek létre, tehát ez a szisztéma is működik, de számunkra sokkal érdekesebbek a pártvállalatok. Az első pártvállalatot 44. november 7-én hozzák létre, ez a Szikra, a későbbi Szikra nyomda. Ekkor még a neve, hát nem írtam fel, rossz a puskám, de valami Szikra külkereskedelmi vállalat. Tehát benne van az a lényeg, hogy a külkereskedelmi szó benne van a Szikra teljes nevében, és ekkor még nem is elsősorban nyomdaként vagy kiadó vállalatként, hanem kereskedelmi cégként működik. A gazdasági irányítója Vas Zoltán és Nagy Imre, ekkor még 44 őszén a Szikrának, és Hály László a pénztárosa. Ez az első pártvállalat, és ezt követi számos cégnek a megalapítása. Nagyon érdekes, hogy ahogy a front halad előre nyugatra, úgy a különböző közigazgatás, tehát különböző településeken, ahol létrejönnek a kommunista párt alapszervezetek, mindenki létrehozza maga kereskedelmi cégét is. Hozzá kell tenni, hogy egyébként nincs Magyarországon kereskedelem. Egyrészt még háború van, de a háború végeztével sem tud beindulni, hiszen nincs termelés. Ráadásul ami javak előállnak mégis, azoknak a nagy része jóvátételben megy el. Egészen 47-ig nem beszélhetünk érdemi külkereskedelemről. Ezzel együtt a közszükségleti cikkeket valahogy be kell hozni az országba, ezt elsősorban csempészéssel oldják meg. A politikai rendőrség elég komoly támogatást is ad a kommunista pártnak ezekhez a csempész tevékenységekhez, de a létrejövő pártvállalatok, a különböző pártalapszervezeti vállalatoknak pontosan az a feladata, hogy ezeket a csempész tevékenységeket végezzék olyannyira, belejönnek ebbe, természetesen főleg saját zsebre, hogy már 45 végére a pártnak nagyon komoly problémát okoz, hogy mindenki ellenőrizhetetlen, tehát olyan sok cég jött létre, hogy átláthatatlan a működésünk, és hát saját zsebre dolgoznak, úgyhogy valahogy központosítani kell, egy holdingot kell létrehozni. Ez a holding egyébként létre is jön 45. decemberében. A neve Merkur Kereskedelmi és Ipari RT, és a pártiratokban konkrétan azt írják róla, idézem, a Merkur volna hivatva a jogilag vagy politikailag kifogásolható üzleteket és ezzel a támadási felületeket minimumra csökkenteni. Tehát saját bevallásuk szerint is azért hozzák létre, hogy az illegális csempész tevékenységeket, ami nagyon komoly visszaéléseket, tehát nem lehet már eltakarni, elfedni azokat a visszaéléseket, amit a kommunista párt ezeken a cégeken keresztül csinál, ezért megpróbálja mindezt valahogy központosítani, és ezáltal elfedni a szerteágazó tevékenységet. Ekkor egyébként nem csak ez a Merkur jön létre, hanem létrehoznak egy bankot is,
pont azért, hogy ezeket a ügyleteket finanszírozzák, ez lesz a Dunavölgyi Bank, amely majd a később a bankok államosításánál beolvad a kereskedelmi bankba, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankba, de a pártiratok szerint a párt összes bevétele, tehát itt 45-46-ról van szó, a 60-75%-a a Dunavölgyi Bankból származik. Tehát a igazán komoly gazdasági erőt tulajdonképpen a Dunavölgyi Bank felhasználásával, a különböző csempész tevékenységekkel szerzi a kommunista párt mindenkor. A holding létrejötte után a pártpállatok működésén Sebes Sándor lesz a felelős. Sebes Sándor neveit is érdemes megjegyezni, ha kevésbé is ismert, mint Vas Zoltán. Még a Galilei körből indult egy hithű bolsevik mozgalmáról a két világháború alatt, részt vett a spanyol polgárháborúban, és aztán 45 után nagyon komoly szerepe volt Magyarországon, a magyar külkereskedelmi forgalom pénzügyeinek a irányításában, finoman szólva, svájci bankokon keresztül transferált különböző pénzeket még az 50-es évek előtt, baloldali mozgalmak, sztrájkok, stb. Finanszírozására nyugatra. A CIA is nyomon kísérte a tevékenységét. A vállalatok mellett létre kellett hozni az adminisztratív oldalát ennek a külkereskedelmi tevékenységnek. Tehát a külkereskedelmi hivatal volt 45 előtt az, ami foglalkozott a külkereskedelemmel. Ezt felszámolják, létrehozzák helyette a külkereskedelmi igazgatóságot, mint 45 nyarán. A külkereskedelmi igazgatóság az teljesen a kommunisták befolyása alatt van. Igen ám, de nem egyedül, tehát nem ő az egyetlen hatóság, amely kezében tartja vagy irányítja a feladatokat. Ott van a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium, amely ugyan kezdetben Gerő Ernő kezében van, de már 45 őszén Rónai Sándor lesz a miniszter. Rónai Sándor szocdem, ráadásul baloldali szocdem, támogatja a pártegyesülést később, tehát ő igazából nem akadályozza a kommunisták térnyerését a minisztériumban, viszont van egy államtitkára, Vajda Imre, aki szintén szocdem és szintén baloldali, tehát ő is kommunista barát szocdem, ehhez képest mégis igyekszik meggátolni a kommunisták beépített és főemberét a minisztériumban, ez egy Hardy Robert nevezető ember. Hardy Robertnél egy kicsit meg is állnék, nagyon érdekes figura, ő 44 decemberében került kapcsolatba Gerő Ernővel, még Debrecenben, egyszerűen felajánlotta a szolgálatait neki, és Gerő Ernő pedig kapva kapott a lehetősége, ugyanis Hardy Robertnek nagyon komoly tudása volt a kereskedelem működéséről, egy nagy kereskedő cégnek volt ő a tulajdonosa. Hogy mennyire nagy volt ez a cég tőle, Hardy Roberttől egy idézetet felolvasnék. Apám import-export cégét vezettem, amely az egyik legnagyobb bevétellel rendelkező vállalat volt. Talán nem tartozik a történethez, de azért elmondom, hogy 29 évesen az akkori Magyarország tizedik legnagyobb adózójának számítottam, amire igen büszke is voltam. Természetesen kiváltságos helyzetemet elsősorban annak köszönhettem, hogy nagyon jó módú családban születtem, a híres Halper dinasztia leszármazottjaként juthattam egy ilyen jelentős céghez. Vagyis ő egy igazi tőkés volt, aki már 44 decemberében felajánlotta a szolgálatait a kommunista pártnak. Hogy mit jelent az, hogy a tizedik legnagyobb adózó, kigyűjtöttem erről adatokat. Egy 42-es kiadvány, amely a korabeli jövedelmeket sorolja fel, azt írja, hogy Hardy Robert éves jövedelme 124.202 pengő volt. Összehasonlításképpen néhány adatot mondanak, egy kezdőiskolai tanító havonta 163 pengőt keresett, egy család, egy átlagos család éves jövedelme 1000 pengő körül mozgott, de a magyar királyi miniszterelnök havi fizetése 2785 pengő volt, vagyis a
magyar miniszterelnök jövedelmének hát legalább háromszorosa, több mint háromszorosát azután adózott a harmadik, hogy igazából mennyi volt a jövedelme, nem tudjuk, ez volt az adózott, tehát ami után adót fizetett. Tehát egy igazi, az ország tizedik leggazdagabb emberek vázi, és azonnal a kommunisták oldalára áll, nyilván itt a haszon, a kölcsönös igen, hasznosíthatóság az, ami alapján ők együtt tudnak működni. Hardy egyébként egy tök érdekes személyiség, végig, tehát a Kádár korszak is megörökli őt, és a külkereskedelemben tevékenykedik, úgy, hogy ő maga nagyon kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, saját, tehát a Londonban járt iskolában, a két világháború között, a School of Economics hallgatója volt, ahol együtt tanult Harold Wilsonnal, a brit kommunista párt egyik vezetőjével, akiről még később fölismerült, hogy KGB beszervezhette esetleg, de nem csak vele, Winston Churchill-el is többször találkozott a diák évei alatt, tehát egy nagyon kiterjedt kapcsolatrendszere van. Az államvédelem úgy tudja, hogy kapcsolatban is állott itt hírszerzéssel 45-ben. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mindenki esetre az ő karrierjén ez nagyon nem esett ezért csorba, olyannyira, hogy 56-ban valami olyan kijelentéseket tett, amely dehonestáló volt az állampártra, ezért a BL megpróbálta őt lekapcsolni, de nem tudta. Tehát Biszkó Béla személyesen próbálkozott Hardyt eltávolítani a külkereskedelemből, de nem tudta megtenni, tehát nagyon komoly pártfogók álltak mögötte, annak ellenére, hogy nem kapott igazolást 56 után, ezzel együtt tulajdonképpen folyamatosan külkereskedelmi vállalatok élén dolgozhatott. Az is nagyon érdekes, hogy a kiterjedt kapcsolatrendszere, mennyire háttérember volt ez a Hardy is fontos későbbiekben is. Jellemző, hogy a belügyi iratokban, tehát az 56 utáni belügyi állambiztonsági iratokban Hardy istállóként emlegetik rendszeresen az ő kapcsolatrendszerét. És ez a Hardy istálló, ez nem is akárkiből áll. Olyan embereket emlegetnek, mint Nyerges János. Nyerges János megint egy olyan személye a kommunista időszaknak, akiről nagyon keveset hallunk, pedig egy szürke eminenciásként gyakorlatilag a teljes nyugati külkereskedelem felett irányítást gyakorolt, átnyúlva a Rákosi rendszeren és a Kádár rendszeren egész a 80-as évek végéig minden nyugati kapcsolatrendszer és gazdasági kapcsolatrendszer az ő kezén futott keresztül. A Nyerges János olyan figura volt, hogy már 46-ban Svájcban irányította a különböző svájci bankokon keresztül Sebessel együtt egyébként a pénzeket, és nem csak a pénzeket, hanem illegális fegyverbeszerzés, mert a Svájcon keresztül történő, én azt gondolom, hogy szovjet titkos szolgálati pénzügyeket irányította ő 46 és 50 között Svájcban, majd hazajött, és 50-től a Magyar Külkereskedelmi Minisztériumnak a főosztályvezetője lett, és ennél a tisztnél nem is került feljebb soha. De azzal együtt, hogy egy egyszerű minisztériumi főosztályvezető volt, kulcs szerepe volt a magyar külkereskedelemben. Annyira, hogy a gazdaságpolitikában és a gazdasági hírszerzésben is kötésük benne volt, amikor 66-ban egy általa preferált, illetve a magyar politika által preferált, egy Nyerges Jánossal kapcsolatot tartó német politikus Kissinger kerül a kancellári székbe, akkor az első diplomata találkozás, a diplomáciai meghívása Nyerges Jánosnak szól. Tehát a német kancellár 66-ban diplomáciai meghívót küld a Magyar Külkereskedelmi Minisztérium főosztályvezetőjének, amelynek köszönhetően Nyerges János bomba utazik. Szerintem ez az egész hajmeresztő. Tehát egy nem azt mondom, hogy királycsináló, de egy kulcsfigurája mind a Rákosi, de különösen a Kádár rendszernek ez a Nyerges. Másik Hardy istállós nagynév Salusinszky István. Salusinszky István szintén a külkereskedelmi bank elnöke lett a 60-as évek közepén. Előtte kereskedelmi kirendeltségvezető volt Moszkvában,
volt Rómában, különböző a Magyarországon állomásozott éppen különböző külkevállalatok élén tevékenykedett. Egyébként Hályi László embere volt, tehát Hályi volt az, aki 45-ben Salusinszkit kiszemelte és tulajdonképpen megfuttatta. És nagyon komoly kapcsolat, tehát ő konkrétan beszervezett ügynöke volt az államvédelemnek, majd az állambiztonságnak, később a Magyar Néphadsereg vezérkarának második csoport főnökségének az operatív hálózatába tartozott, tehát a katonai hírszerzés embere volt, és tulajdonképpen a kereskedelmi, külkereskedelmi bank elnökeként a teljes külkereskedelmi visszaélés sorozatban a nagy finanszírozója, támogatója és hát fedés nyújtó embere volt. Tehát ez volt az adminisztratív oldal a 45 után a külkereskedelemnek, a KKI, tehát a külkereskedelmi igazgatóság és a külkereskedelmi minisztérium, és aztán 45 végén, 46 elején létrejön a gazdasági főtanács, amelynek főtitkára Vas Zoltán, és a gazdasági főtanácson belül jön létre egy olyan osztály, ami szintén a külkereskedelemmel foglalkozik. Vas Zoltán fölállít egy olyan tárcaközi bizottságot, amiben bevon minden olyan minisztériumot, amelynek valamilyen köze van a kereskedelemhez, és ez a tárcaközi bizottság az, amely 46 tavaszától tulajdonképpen csak az ő engedélyével lehet importálni. Ugye exportról még 46 tavaszától mi kevésbé megbeszélhetünk, a külkereskedelem elsősorban importról szól, és már 46 tavasszal csak a tárcaközi bizottság, aminek a vezetője Vas Zoltán, engedélyezhet importot, és nem csak az árubehozatalt engedélyezheti, de a különböző pénzügyi műveleteket is. Tehát ezen keresztül Vas Zoltán nagyon jól tudja, hogy melyik cél kikkel áll kapcsolatban, milyen gazdasági szerződéseket köt, és milyen pénzeket utalgatnak egymás között, tehát teljes rálátása van. És saját megoldásuk szerint 46 nyarára elérik, hogy a teljes magyar külkereskedelem az ő tudtukkal, felügyeletükkel és az engedélyükkel működik. 47-re ugye valóban külkereskedelmi forgalomról beszélhetünk, értékelhető mértékű külkereskedelmi forgalomról beszélhetünk, addigra már teljes egészében nem csak a felügyeletet szerzik meg, hanem az engedélyezést. Tehát a kommunista párt az, aki eldönti, hogy milyen cég kap külkereskedelmi kvótát, engedélyt, és ez természetesen csak a különböző pártvállalatok lehetnek. Háromféle pártvállalat van a kommunisták irányítása alatt. Egyrészt ami nyílt pártvállalat, tehát mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik. Van egy olyan cégcsoport, amely fedésben az övék, tehát hivatalosan nem ők a tulajdonosok, de a háttérben mégis különböző kommunista párti megbízottak állnak, és van egy harmadik típus, ami nem a kommunista párt tulajdona, de a kommunista párt gazdasági osztályának jutalékot fizet minden egyes tevékenységért. Tehát 46-47-re nincs más cég, csak ezeknek a háromféle cégcsoportok, a tagjai, akik a külkereskedelemben szerepet vállalhatnak. Egyetlen egy céget emelnék ki érdekesség kedvéért, ez a Vestorient. A Vestorient 45 nyarán jön létre, és az a feladata, hogy a közszükségleti cikkeket behozza Magyarországra, tehát Magyarország ellátását biztosítsa. Ez egy tipikus fedésben lévő kommunista pártvállalat. Hivatalosan úgy csinál, mintha állami cég lenne, az alapításánál Vas Zoltán nagyon észnél van, és az összes koalíciós párt elnökével aláíratja az alapítási szerződést, hogyha bármiféle stikli, vagy bármi kiderül, akkor tulajdonképpen nem csak a kommunista párt, hanem a többi párt is érintett legyen. Úgy működik a Vestorient, mint egy állam az államban, ezt maguk a párt tagok használják ezt a fejezést a Vestorientre, mentesítjük őket mindenféle adó és vámkötelezettség alól. Tehát a Vestorient gyakorlatilag ingyen és bérmentve szállíthat be árukat az országba. A legnagyobb dobása az az, hogy 45-ben tulajdonképpen egyetlen egy olyan termény van, ami értékelhetően aratásra kerül és nagy mennyiségben betakarításra kerül, ez a dohány.
Viszont nincsen feldolgozóipar, ezért nagyon olcsón lehet felvásárolni a dohányt. Ezt a Vestorient felvásárolja 45 őszén, és aztán 46 tavaszán, amikor beindul a feldolgozóipar, akkor nagy mennyiségű cigarettát állított elő a Vestorient, amit Európában aztán aranyért és dollárért értékesít. Európában is hiányzik a cigaretta. Tehát nagyon-nagyon föl lehet verni az árat, ebből iszonyat nagy nyereséget csinál ebből a Vestorient. Az a mondás, hogy az a feladat, az a megbízása a Vestoriennek, hogy ezt a pénzt ezen a pénzen nyugaton árut vásároljon, és majd a létrejövő, létrehozandó új pénz a forint bevezetésekor, ez az áru, ez legyen az áru fedezete az új pénznek. Mert ugye, ha egy pénzen nem lehet vásárolni semmit, akkor ez elég hamar elértéktelenedik és inflálódni kezd. Ezért biztosítani kellett, hogy legyen mit vásárolni 46. augusztus 1-e után. A Vestorient különböző raktárokba helyezi el ezeket ezt az árukészletet az ország különböző pontjain, és a koalíciós pártok igyekeznek nyomást gyakorolni Varszoltára, hogy rendelje el a kötött gazdálkodást, hogy ne kerüljön arra sor, hogy a Vestorient visszaér ezzel az áru felhalmozással. Természetesen Varszoltán nem rendelje el a kötött gazdálkodást, így augusztus 1-én, amikor bevezetik a forintot, akkor a Vestorient a felhalmozott árukészletet nem bocsátja a boltok rendelkezésére, nem kerül a kisvállalkozókhoz, hanem saját teherautókon járják az országot, és saját teherautóról árusítják a különböző készleteiket. Egyébként elsősorban textilneműkről van szó. És ugye ez már olyan bizonytalanságot okoz, hogyha egy településen megjelenik egy teherautó, amiről éppen aznap lehet vásárolni, és nem tudhatja a helyi állampolgár, hogy holnap is arra járja a teherautó, vagy jövő héten, vagy a jövő hónapban, tehát egyfajta bizonytalanság van mögötte. Nem beszél arról, hogy a kiskereskedelem pedig megvan hoztva attól a lehetőségtől, hogy ezzel saját magának valamiféle egzisztenciát teremtsen. Magyarul a kommunisták nagyon erősen visszaélnek. A koalíciós pártok tiltakoznak, leginkább Súlyog Dezső, aki már 46. augusztusának elején interpellál a parlamentben, ő úgy fogalmaz, megint idézném, a gazdasági főtanács azzal a kimondott céllal alapította a céget, hogy Belzebubbal űzi ki az ördögöt a gazdasági életből. Azt is megemlíti Súlyog ebben a felszólalásában, hogy a legnagyobb hiperinfláció közepén a Vestorient dolgozói 1200 dolláros havi fizetést kaptak. Hogy ez igaz vagy sem, nem tudom. Én ezt így elhittem Súlyog Dezsőnek. Minden esetre felsorolja azokat az alkalmazottakat, akik a Vestorient meghatározó emberei, köztük Hardi Róbert neve is elhangzik, aki, mint tudjuk, a külkereskedelmi minisztériumban államtitkárként is dolgozott ebben az időszakban. A botrány országos, nem lehet a Vestorientet tovább életben tartani, kénytelenek felszámolni. 46. október 31-én megszűnik a Vestorient, előtte még a kommunista párt 3-4 másik céget létrehoz, amelyben tulajdonképpen a Vestorient árukészletét és vagyonát átmenti. Úgyhogy nagy változás nem történik, ekkor jön létre a Magyar Külforgalmi RT, az Elitex nevű cég, a Kelet-Európai Kereskedelmi RT, majd az ismertebb, a Nemzeti Kereskedelmi RT, ez azért ismertebb, mert itt az Ávónak a gazdaságrendészeti osztályának a vezetőjének az öccse, aki ezt a céget viszi, egy villanyérnő, és aztán ebből is nagyon komoly gazdasági visszaélése, tehát ott végül is a politikai rendőrség az, amely a csempészést és a különböző gazdasági csalásokat fedezi, és amely ezt segítséget nyújt a pár. 1946 nyarára tehát a külkereskedelmi forgalom felett teljesen kommunista ellenőrzés van, holott még vannak nem csak a magántulajdon, meg magáncégek, hanem még külföldi cégek is az országban, de még a külföldi cégek a saját anyavállalatukkal való kapcsolata fölött is ellenőrzés gyakorolnak a kommunisták. 1948
2007 tavaszán veszik fel az első konkrét gazdasági kapcsolatokat Nyugattal. Vas Zoltán egy Ródi István nevezeti újságírót küld ki Nyugat-Németország megszállási övezeteibe, ahol is három szemét nevez meg, a három olyan nyugat-német gazdaságpolitikust, akivel Bródi Istvánnak tárgyalnia kell. Bródi István, Bródi Sándornak a fia, és a három ember pedig, akit ekkor felkeres Trizóniában, Kármer Meister, ő a II. Világháború alatt a harmadik birodalom budapesti követségének az első titkára volt, az ő nevéhez köthető a zsidó deportálások lebonyolításának adminisztratív hátterének a megszervezése. Egy Engler nevezetű, szintén náci, egykori náci tiszt, aki Budapesten kereskedelmi tanácsosként tevékenykedett a háború alatt, és egy Sárpeper nevezetű ember, aki szintén szolgálatot teljesített a háború alatt Budapesten, a német követségen, vagyis olyan embereket keres meg Bródi Vas utasítására, akik ismerik Budapestet, akik itt voltak Budapesten. Nyilvánvaló azért őket jelöli ki, mert valamiféle kapcsolatnak, ismertségnek lenni kell közöttük. Tehát ez a három egykori náci tiszt is tudja, hogy ki keresi meg őket és miért. Most akkor itt fölmerült bennem persze, hogy honnan az ismeretség. Én feltételezem, hogy nem feltétlenül a magyarországi kommunista, illegális kommunista párt volt az, amely kapcsolatot tartott velük, hanem sokkal inkább a szovjet hírszerzés a világháború alatt, de ez csak feltételezés. Tehát Bródi István kiutazik, és megköttetik az első keretmegállapodás, amely nagyon-nagyon komoly hasznot hajt Magyarországnak. Olyan kereskedelmi megállapodások és kvótákat köttetnek, akkor még úgy működik egyébként szerte a világon, vagy Európában a külkereskedelem, hogy évente kötnek bilaterális megállapodásokat az országok különböző kontingensekre, tehát hogy milyen áruból mennyit szállíthatnak, milyen értékben vagy milyen mennyiségben a két ország között. És ezek az éves megállapodások Magyarország tekintetében rendkívül kedvezőek. Olyannyira, hogy a 40-es évek végén, az 50-es évek elején olyan kontingenseket is kap Magyarország, mint mondjuk Franciaország, amely egészen, tehát számomra meglepő, hogy mi az a gazdasági teljesítmény, tehát mit tudunk mi annyit exportálni, mint mondjuk a franciák, mert ez a kereskedelmi kontingens, ugye egy része exportra is, meg importra is változik, de az exportban is nagyjából annyi kvótát kapunk, mint a franciák. És nagyon érdekes, hogy a kezdetek kezdetétől a reexport az, amelyet tudatosan futtat fel a magyar gazdaságpolitika, a reexport, amely szintén a két világháború közötti szovjet, nem azt mondom, hogy találmány, de a szovjetek voltak azok, akik kialakították azt a szisztémát, hogy a reexporttal finanszírozták a baloldali pártokat, a baloldali mozgalmakat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a két fél közé, tehát az eladó és a vevő közé beékelődött egy harmadik cég, aki közvetített az eladó és a vevő között, és ezért ő jutalékot kapott. És ez a közvetítő cég a két világháború között kialakított szisztémával mindig valamiféle baloldali pártpárt alatt valami nyugati kommunista pártnak a cége volt, és ezzel tulajdonképpen a szovjetek egy illegális finanszírozási szisztémát alakítottak ki, amit persze 45 után minden blokkbeli országnak alkalmaznia kellett, de Magyarország volt az, aki ezt a fajta technikát csúcsra járatta. Olyannyira, hogy az 50-es évek közepére végére a magyarországi reexport aránya a teljes külkereskedelemhez képest a világon Magyarországon volt a legnagyobb, még a Szovjetuniót is megelőzve. Tehát ez egy szisztematikus rendszer volt, amit tudatosan építettek ki, és aztán később erre a szisztémára épül rá egy olyan korrupciós hálózat, amely majd a kádári nyugatimitással teljesedik ki igazán. De hogy mennyire a titkos szolgálati egyetértés és a két világrend közötti
kollaborációval jön létre ez a gazdasági kiskapu, amit tulajdonképpen Vas Zoltánék már a 40-es évek végén megnyitnak. Csak egy tipikus példát hadd mondjak el röviden, hogy 46-47-ben létrehoz a CIA egy céget a nyugat-német megszállási övezetekben, egy Atlasz nevű céget, aminek a tulajdonosa egy lengyel kommunista emigráns, egy Kárpik nevezetű illető, akiről a CIA, tehát az amerikai titkos szolgálat is, a mindenki tudja, hogy szovjet kém. Tehát a szovjet titkos ügynek volt már a világháború alatt is, majd a világháború után, tehát a németek lebuktatják, hogy szovjet kémet, ezért Dachau-ba került, a felszabadulása után pedig nyugatra emigrál, és az amerikai megszállási övezetben az amerikai titkos szolgálat megbízásából létrehoz egy céget, amelynek az a feladata, hogy a kelet-nyugati közötti kereskedelmi kapcsolatot biztosítsa, de nem feltétlenül a keleti meg a nyugati megszállási övezetet, nem Németországon belül, hanem elsősorban Lengyelországra fókuszálva, de a többi megszállt országból is érkeznek, tehát a megszállt országból is történik árucsere az Atlaszon keresztül, de elsősorban Lengyelországra fókuszál Kárpik, és monopóliumot kap a teljes lengyel húsexportra, és az ebből bejövő profitot a Kárpik visszajutatja a lengyel kommunista pártnak. És ezt az amerikai titkos szolgálat tudja. Tehát azért áttételesen ki lehet jelenteni, hogy amerikai segítséggel finanszírozzák Lengyelország szovjetizálását. Úgyhogy ez a fajta összjáték, ez a fajta együttműködés az első pillanattól kezdve látható. És Magyarországon is, tehát a magyar külkereskedelemmel is ez történik, hogy különböző cégeket bíznak meg először Nyugat-Németországban, tehát 56 előtt az a jellemző, hogy a nyugatra menő áruforgalom főleg a nyugat-német területeken keresztül fut át. Itt létrehozott cégek, amelyekkel a magyar külkereskedelem kapcsolatban áll, szinte kizárólag koordinációzták, akiknek valami köze volt Budapesthez 45 előtt. És gyakorlatilag 56-ig ez a fajta hálózat az, amely a nyugatra menő, meg a nyugatról jövő árucsere forgalmat bonyolítja. Olyan emberek vannak itt, mondjuk Kurt Becher neve talán többeknek ismerős. Kurt Becher Wiesenmayer helyettese volt tulajdonképpen, aki azzal a feladattal érkezik 44 márciusában Magyarországra, hogy a zsidó javakat az SS kezére átjátsza. Természetesen Kurt Becher saját zsebére is játszik, és van egy partnere, egy Karl Michelbach nevezetű ember, aki pedig az elzabrált zsidó vagyonokat, amelyeket Kurt Becher eljuttat hozzá Bécsbe, Bécsen keresztül már a háború alatt árusítja Nyugat-Európában, meg Svájcon keresztül. És ez a Bichenbach kis céget alapít többet is egyébként, és Kurt Becher is céget alapít. A Kurt Becher a Monitexnek lesz az egyik kizárólagos képviselője nyugaton. A Monitexnek olyan luxus termékeire, mint a méz, meg a dió, ami mindig jó minőségben és nagy mennyiségben tudott Magyarországra exportálni. A Bichenbach cégei pedig olyan szinten ágyazódnak be a magyar kereskedelembe, hogy ezt Fekete János írja le az egyik állambiztonságban szóló jelentésében, hogy tulajdonképpen Bichenbachot már olyan szintre beintegrálták a kereskedelmi forgalomba, hogyha egy külkereskedelmi vállalat valamiféle jelzik, hogy idő van, tehát ezt gyorsan is zárom, tehát hogy valamiféle gazdasági gyártási forgalmat kezdeményez, automatikusan utalja a Bichenbachnak a jutalékot a magyar cég, akkor is a Bichenbach nem vett részt az adott árucserében. És Bichenbach, amikor 56-ban a forradalom miatt leáll a termelés Magyarországon, leáll a külkereskedelem is, jelzi Fekete Jánosnak, hogy neki 300 ezer nyugat-német márka kára keletkezett a forradalom miatt, és kéri, hogy ezt Magyarország elégítse ki, ezt a követelést. És Magyarország 55 januárjában likviditási problémákkal küzd, de Fekete János átutalja minden további nélkül Bichenbach kérését. Tehát, hogy ez a fajta korrupciós rendszer, nyilván ennek ideológiai lyukai vannak elsősorban, majd ez túlnő a Kádár rendszer alatt, a kádári nyugati nyitással kiteljesedik, és létrejön egy olyan gazdasági csatornarendszer,
amely tulajdonképpen Magyarországon keresztül áramoltatja a reexport segítségével a tőkét. Nem mondom, hogy csak itt, de hogy nagy jelentősége van a magyar gazdasági csatornának, de ez majd egy következő előadás témája lesz, és nagyon szépen köszönöm. Thank you.